Az oroszok egyszerűen túlterjeszkedtek. Ukrajna túl nagy. Oroszország veresége már most garantált. Írta a Földgömb folyóirat online oldalán Karácsonyi Dávid geográfus, az LKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, a posztszovjet térség kutatója múlt héten. Erről a tézisről is beszélünk ma a Heti Válaszban, a Válasz Online podcastjában. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Borbás Barna, vendégünk pedig az említett cikk szerzője, Karácsonyi Dávid. Szervusz, köszöntelek az adásban. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget. Muszáj elmondanom, hogy téged most Ausztráliából kapcsollak éppen a műsorba, ami hát némi magyarázatra szorul, tekintettel arra, hogy úgy lehet rólad olvasni, hogy Ukrajna és Belarusz társadalom földrajza az egyik fő kutatási területed. Esetleg tudsz-e már valamit egy közelgő nukleáris háborúról, hogy ilyen messze mentél Ausztráliáig, vagy mi az oka annak pontosan, hogy te ezzel a szakterülettel most éppen Ausztráliából kapcsolódsz be? A nukleáris háború szempontjából, ahol én most jelenleg Ausztráliában vagyok, ez nem a legjobb helyszín, mert ugye Darwinban vagyok, ez a kontinens északi része, egy stratégiai fontosságú város, tehát valószínűleg mi ott vagyunk, ellentétben mondjuk Budapesttel az első számú célpontok között, ha egy ilyen szenárió bekövetkezne, de én ennek nem tartom lehetőségét. Azért vagyok itt Darwinban, mert az elmúlt 3 évben én itt az egyetem, tehát itt az egyetemen is dolgozok, meg otthon is kapcsolatban vagyok a saját tanintézményemmel, illetve különösen a COVID kitörése óta én teljesen itt ragadtam Ausztráliába. De egyébként Ukrajnával és Kelet-Európával, tehát a posztszovjet térséggel én körülbelül 18 éve foglalkozom, rengeteg időt töltöttem Ukrajnában is, Belarusban is. Főként ez a két ország a kutatási területem, illetve volt a kutatási területem mondjuk úgy az elmúlt években, nyilván itt Ausztráliában teljesen más dologgal foglalkozom, és mondjuk ennek az elmúlt 18 évnek lett két ilyen nagyon szép gyümölcse. Az egyik az, hogy egy doktori disszertációt írtam Ukrajnáról, Ukrajna régióiról, térségeiről, illetve Belarusról, az MTA, illetve ez az egykori ugye MTA, most már ELKH, ugye CFK keretében ugye kiadunk egy InMaps nevű sorozatot, és 2017-ben publikáltuk a Belarus InMaps kiadványunkat, de ugyanitt van egy Ukraine InMaps is. Tehát ez egy angol nyelvű atlasz sorozat, és ennek a két kötete is, az egyik Ukrajnáról szól, a másik pedig Belarusról. Ami egyébként online elérhető az intézetünk honlapján is, ez ingyenesen hozzáférhető. Milyen idő van most ott, mert itt ilyen 0 fok körül? Hát itt olyan 30 fok fölötti hőmérsékletek, 90%-os páratartalom. Ugye az esős évszaknak az utóján vagyunk most, még körülbelül egy bő két és fél hónap, és beköszönt a száraz évszak, amit már nagyon várunk. Kiindulópontnak ugye ezt a tézisedet választottam, ami szerint már most valamilyen módon borítékolható az orosz vereség ebben a konfliktusban. És mindjárt rátérünk erre, csak induljunk egy kicsit messzebbről. Nagyon sokan találgatják most azt, hogy pontosan milyen okok vagy bizonyos értelemben szükségszerűségek vezettek ehhez a háborúhoz. És erre van egy talán népszerűnek mondható megfejtés. Néhány évvel ezelőtt magyar nyelven is napvilágot látott Tim Marshall, brit újságíró, külpolitikai szakértő, a Földrajz fogságában című könyve, és ez nagyon a te területedbe vág, úgyhogy először innen hoztam egy idézetet, és szeretném, hogyha ezzel kezdenénk. Ez az idézet így hangzik. Ha Isten hegységeket adott volna Ukrajnának, a kelet-európai síkvidéknek nevezett roppant terület nem lenne oly igen alkalmas arra, hogy mindig onnan támadják meg az oroszokat. Így azonban Putyinnak nincs más választása. Meg kell próbálnia legalább ellenőrzése alatt tartani a nyugat felé húzódó irdatlan lapályt. És egy kicsit később rögzíti a szerző azt is, hogy 1812 óta az oroszok átlagosan 33 évente kénytelenek voltak háborúzni ezen a bizonyos kelet-európai síkvidéken. Vagyis ez a világ egyik legkiszámíthatóbb konfliktuszónájának írja le gyakorlatilag a mai Ukrajna területét. De valójában magyarázza-e
a putyini gondolkodást ez a fajta logika. Tényleg a földrajz fogságában van-e egymással időről időre konfliktusra ítélve Ukrajna és Oroszország? Te hogy látod ezt a kérdést? Hát ugye az tény, hogy részben Ukrajna és főként mondjuk Belarus, az beleesik a, hogy úgy mondjam, az európai fő hadiutaknak a tengelyébe, ugye ez a Párizs, Berlin, Varsó, Moszkva tengely, ugye ami mentén ugye Napóleontól Hitleren át ugye sokan vonulgattak Európába, és ezek az országok, tehát ezek a posztszovjet térségnek a peremországai, nyugati peremországai, ezek nagyon sokszor váltak frontterületté. De én nem gondolnám, hogy itt a természetföldrajznak ennek olyan komoly szerepe van, hiszen gondoljuk bele abba, hogy Magyarország is hányszor vált frontországá, hiába vagyunk körbevéve a Kárpátok által. Én egy kicsit másképp látom ezeket a dolgokat, sokkal inkább társadalmi és politikai okokat látok a jelenlegi konfliktus mögött. Én ebbe egyetértek például Rácz Andrással, hogy itt a NATO keleti bővítése tehát hogy ezt okolni, az elterelő sztori. Ugye váltottunk arról pár szót korábban még ezelőtt a beszélgetés előtt, hogy ugye itt a dán szorosok, vagy akár a Dardanellák, a Boszporusz is a NATO ellenőrzése alatt áll. De hát ez a hidegháború alatt is így volt. És az, hogy a NATO a hidegháború vége óta kelet felé terjeszkedett, ezzel nyilván Moszkvában is tisztában vannak, hogy ez nem jelenthet igazán közvetlen veszélyt rájuk nézve, mert úgyse fogja senki elkezdeni bombázni Oroszországot, mert senki nem olyan őrült, hogy egy atomháborút elkezdjen. Se az oroszok, se a NATO. Itt, amiről sokkal inkább szó van, és itt jön be a párhuzam némileg Ukrajna, Oroszország, illetve Tajvan és Kína kapcsán. Bocsánat, erre is kitérek, Tajvanon is éltem másfél évet, és egy kicsit van rálátásom az ottani viszonyokra is. Itt arról van szó, hogy mind Oroszországnak, mind Kínának rendkívül kellemetlen, hogy van a tőszomszédságában egy olyan ország, ami kulturálisan, nyelvében borzasztóan hasonló hozzá, vagy ugye Tajvan esetén ugye lényegében azonos, de mégis egy nyugatos, demokratikus berendezkedéssel bír, egy nyugatos orientációja van. Ugye a hasonlóság az itt be is zárul ezzel, mert ugye Ukrajna az ugye egyéb más szempont, minden más szempontból meg nagyon különböző Tajvantól, de mondjuk ezek a nagyhatalmak, tehát Oroszország és Kína, az nagyon nem nézi jó szemmel, hogy a saját lakosságuk egy ilyen alternatívát láthat a szomszédban. Nem véletlen, hogy amikor Belarusban 2 évvel ezelőtt kitörtek a tüntetések az elcsalt választások után, és nagyon megingott a Belarus rendszer, akkor épp Oroszország volt az, amelyik gyorsan, hogy úgy mondjam, a Belarus vezetés hón alá nyúlt, és megmentette őket. Ez óriási kockázat, tehát bármiféle ilyen fordulat, ahogy az oroszok nevezik a közel-külföldön, ez óriási kockázatot jelent Oroszország számára, hiszen Oroszországot atomfegyverekkel nem lehet legyőzni, ezt mindenki tudja. Oroszországot egyféleképpen lehet legyőzni, hogyha belül az emberek elégedetlenek ezzel a rendszerrel, és gyakorlatilag szétfeszítik a hatalom kereteit, és ilyen szempontból borzasztóan veszélyes Ukrajna. Ne felejtsük el, hogy 2013. novemberében, amikor Kijevben kitörtek a tüntetések, akkor szó sem volt itt orosz-ukrán ellentétről, hanem arról volt szó, hogy Ukrajna egy nyugatos irányt akart venni, és az EU-val való társulási szerződés elutasítása miatt kezdtek el tüntetni. És az emberek nem csak Ukrajna nyugati felében tüntettek, hanem keleten is, a Donbaszban is voltak ugye Euromajdan megmozdulások, és aztán később az orosz krími, majd a donbaszi intervenció volt az, amelyik egy ilyen orosz-ukrán etnikai színezetet adott ennek az egésznek. És ez fennállt egészen idén február 24-éig, amikor ugye az következett be, hogy ugye ez sok más podcastban is elhangzik, meg cikkekben is olvasjuk, tehát arról van szó, hogy Ukrajna nyugati fele az egy ukrán nacionalistább, nyugat fele húzóbb tömb, míg a keleti fele az inkább egy orosz barát, inkább orosz ajkú térség. De most az orosz hadsereg az ezeket az orosz
ajkú, korábban ugye Oroszország fele húzódó, vagy nem annyira nyugatos területeken élő lakosságot ugye terrorizálja a bombázással, a katonai akciókkal, és gyakorlatilag nagyon jó kérdés, hogy ugye ezek az emberek többé az biztos, hogy nem lesznek orosz barátok. Tehát most itt a már azokban a városokban is ugye ellenállás van az orosz hadsereggel szemben, amelyek ugye hát részben vagy egészben ugye oroszajkú városok, ahol nagyon szoros, akár rokoni kapcsolatok vannak a határ túloldalán. Tehát ennek most újra ez vált világossá, hogy ez nem egy etnikai jellegű konfliktus, hanem itt hatalmi ideológiai kérdésekről van szó. Igen, hadd vágjak közben, a földgömb cikked azért is volt nagyon szép kerek munka, mert saját fotókkal volt végig illusztrálva, tehát te be is jártad a most háborúval érintett területeket is, ha jól értem. Tehát az itt szerzett tapasztalataid alapján mondod azt, vagy arra alapozva mondod, hogy tulajdonképpen valós az a felosztás, amit sokszor térképeken mutogatnak, hogy igen, a kelet az orosz hajkú, nyugat az ukrán, van egy ilyen, de hogy most nem az etnikai törés a meghatározó, hanem tulajdonképpen ez az oroszoknak is a megdöbbenés, hogy nem virágesővel fogadják a bevonulásukat, még a keleti területeken sem, amik pedig a várakozások alapján oda kellene, arra fele kellene, hogy húzzanak, így van? Igen, ez így van, legalábbis az oroszok erre számítottak, de az nagyon látszik, hogy ami alapján, tehát azok alapján, a tervek alapján, amik alapján megindították ezt a katonai műveletet vagy háborút, ezek a háttérinformációk nagyon nem jöttek be, és hogy hát óriási zavar van az oroszok körében emiatt. Pont azért, mert ugye a helyi zömmel oroszajkú lakosság, ugye nagyon sok ilyen felvételt lehet látni az interneten, ahol helyi lakosok ékes orosz nyelven mondják az orosz katonáknak, hogy mi is oroszok vagyunk, mint ahogy ti, de mi itt születtünk Ukrajnába, ez a mi hazánk, és hogy ti itt megszállók vagytok, és hogy menjetek haza innen. Tehát ami most a szemünk előtt zajlik, az valójában az egységes ukrán nemzetnek a megszületése. Tehát ezen a megosztottságon gyakorlatilag most jutnak túl, mert a legnagyobb véráldozatokat ebben a pillanatban épp azok a keleti területek, vagy a keleti területeken lakók hozzák meg Ukrajnáért, akik korábban inkább kelet fele húztak. Tehát ez egy óriási nagy változás lesz. De ez nem is csak változás, tehát egy pillanat rájunk meg, tehát akkor, hogyha mert ez egy nagyon fontos dolog, tehát ugye Vlagyimir Putyin vagy a Kreml azért indult meg, hogy leigázza Ukrajnát, ehhez képest sikerül megteremteni az ukrán nemzetet, és létrehozni az első közös nemzeti élményt, ugye? Tehát akkor összefoglalva ez ezt jelenti. Abszolút így van, sőt, gyakorlatilag már 2014 is eléggé ebbe az irányba lökte el Ukrajnát. Ugye arról nem is beszélve, hogy ugye Oroszország a Krimmel és a Donbasszal megszállt olyan nagy területeket, amelyek Ukrajnának ezt a politikai billegését jelentették, tehát az orosz barát vagy keletfele figyelő szavazóknak egy nagy része az már ugye eleve orosz fennhatóság alá került. Tehát ez tovább segítette Ukrajna nyugatfele billenését ilyen szempontból. Tehát ezt úgy képzeljük el, mint hogy a Libikókán ül két nagyjából azonos súlyú ember, és a Libikóka egyik felén mondjuk ezt az azonos súlyú embert lecseréljük egy kisebb súlyú emberre, akkor onnantól kezdve ez az egyensúly megborul, és az egész ország nyugat fele indul el, illetve az a korábbi egyensúlyi állapot ugye felborult, hogy ugye kelet-nyugat között ingadozott ez az ország. Mindez ugye ott 2014 tavaszán következett be, amikor Oroszország ugye megszállta a Krímet, illetve hogy úgy mondjam, ilyen, hát ugye hivatalosan ott nem volt benne az orosz hadsereg, de tudjuk, hogy nem hivatalosan ugye ott orosz intervenció zajlott. Igen, és egyébként szerinted az, hogy abból nem lett ekkora nyugati felháborodás és ilyen elképesztő szankciós intézkedések, pedig hát ugye ez is egy háborús cselekedet volt, annak az az oka, és most a társadalomföldről az tudóst kérdezem, hogy tulajdonképpen elismerte a nyugat így vagy úgy, hogy Putyinnak azt az állítását, hogy ez mégiscsak orosz történelmi terület. Tehát, hogy
Hát oké, nem szép dolog, de tessék, ezt végül is vihetitek. Ha volt is ilyen, én nem hiszem, hogy lett volna ilyen gondolkodás. Hivatalosan biztos, hogy nem volt. Igen, bocsánat, nem ismerték el hivatalosan, igen, de hogy a gyakorlatban nem indultak be azok a mechanizmusok, amik most egyértelműen szankciókkal. Igen, az tény, hogy a Krím volt az a terület, amit Ukrajna legutoljára kapott meg. Ugye ez egy Szovjetunión belüli döntés volt, ugye, hogy Oroszországtól, tehát az Orosz Föderációtól, ugye az Szovjet Ukrajnához csatolták a Krímet, de azért azt hozzátenném, hogy Ukrajna területét azt már 100 évvel ezelőtt, ugye, még Leninék idején papírra vetették, mert a korabeli bolsevik hatalom is tisztában volt azzal, hogy itt azért nem csak az orosz nemzetről van szó, hanem itt többféle nemzetiség él, tehát azt, hogy van olyan, hogy ukrán nemzet, és hogy az meddig terjed, ugye, akár a Donbaszba is, ezt ugye a korabeli bolsevik hatalom elismerte. És ezekben az időkben, tehát ez még a nagy iparosítási hullám előtt volt, ezek igenis ukrán többségű területek voltak. Az később következett, hogy ugye mivel a nagy gyáripart oda telepítették, ezért nagyon sok munkás érkezett, tehát orosz ajkú, orosz nemzetiségű munkás érkezett, ugye, Oroszországból. Ez a folyamat már megindult a cári időkben is, mert mondjuk az uráli iparvidék, az ottani kohászat az előre haladottabb volt, mint mondjuk a Donbaszba, és nagyon sokan érkeztek onnan a Donbasz területére, már 1917 előtt is. De utána még inkább fokozódott az oroszoknak a bevándorlása, főként a kelet-ukrán nagyvárosokba. Tehát ott egy etnikai átrendeződés is lezajlott a 20. században, és ugye a Donbasz és térsége ettől lett igazán, ugye ennek a folyamatnak az eredményeként lett igazán orosz. Uh-huh. Térjünk át arra a cikkednek arra a tézisére, amit már a műsor elején is idéztem. Vagyis te gyakorlatilag azt állítod, vagy állítottad már múlt héten, tehát eléggé a harcok elején voltunk még, hogy Oroszország veresége borítékolható. És azért ez egy elég meredek állítás, de te körbebástyázott szépen olyan állításokkal, hogy ezt írod. A II. Világháború idején ez a vidék a szomszédos orosz és belarusz területekkel a szovjet partizán mozgalom főműködési területe volt, akikkel már a nácik sem bírtak. Tehát, hogy ugyanazért bukik-e el most az orosz hadművelet, mint amiért annak idején mindenki, aki neki ment ennek az óriási, beláthatatlan kelet-európai síkságnak, hogy tulajdonképpen ez elfoglalhatatlan, vagy ellenőrizhetetlen a földrajzi adottságok miatt nem kis részben, és ezért, tehát, hogy ez alapján jutsz-e arra a következtetésre, hogy Ukrajna túl nagy, lenyelhetetlen, az oroszoknak mindenképp beletörik a bicskája. Ugye Ukrajna, ugye az egykori Ukrajna, tehát úgy mondanám, tehát hogy a de jure Ukrajna, az ugye 6-szor akkora, mint Magyarország. 600.000 négyzetkilométerről beszélünk. Több mint 40 millió lakosról beszélünk. Ez egy óriási ország, ez óriási erőforrásokat igényel az orosz hadseregtől, hogy egy ilyen országot le tudjon uralni, főleg akkor, hogyha a lakosság nem törődik bele ebbe a megszállásba, és ellenállást fejt ki. Ugye itt ennek kapcsán jutottam erre a konklúzióra, és az már látható, hogy az ukrán ellenállás, illetve a lakosság ellenállása is elég komoly. Tehát ez nem egy egyszerű bevonulás volt, amire eredetileg az oroszok készültek. Amit itt írtam a területek kapcsán, ugye ez arról szólt, hogy ugye még délen nagyon gyorsan törtek előre az orosz egységek, addig északon látványosan megrekedt ez az előrenyomulás. Ugye keletről még mindig alig-alig érték el Kijevet, ugye itt a csernobili zónán keresztül tudták megközelíteni, ahol ugye nem lakik senki, tehát ez egy üres terület, ott nem volt ellenállás. Ugye azt kell tudni, hogy a Dél-Ukrajna az egy főleg ott a Krímtől északra elterülő sztyeppevidék, ez egy nagyon ritkán lakott, nyílt terep. Itt ilyen páncélos járművekkel, harckocsikkal nagyon gyorsan, nagyon nagy távolságokat lehet megtenni. Ezzel szemben Ukrajna északi része egy erdőkkel szabdalt aprófalvas vidék, ahol ha a lakosság ellenáll a megszállóknak, és most ez történik, ezt látjuk,
akkor ott nagyon durva partizán háborút lehet vívni a megszállók ellen, és az ukrán hadsereg az lehet látni, hogy direkt erre épít, hogy az utánpótlási vonalakat megnehezítse. Ugye most látjuk azt, hogy az oroszok mekkora területeket megszálltak Ukrajnából. Ez csalóka ez a kép, mert valójában ezeket nem szállták meg ezeket a területeket, hanem a főútvonalakat ellenőrzik, de ezek a főútvonalak sem biztonságosak, mert folyamatosak az ukrán rajtaütések. Nagyvárosokat Herszon kivételével, eltelt 2 hét az invázió kezdete óta, Herszon az egyetlen nagyváros, amit el tudtak foglalni, tehát az egyetlen megyeszékhely, amit, vagy oblasz székhely, ugye, amit el tudtak foglalni az oroszok. Ugye Harkiv nem adta meg magát még, Szumi nem adta még meg magát, ugye most zajlik az ostrom, Kijevet nem tudták elfoglalni, Kijev akkora önmagában, mint mondjuk Berlin. Gondoljuk el, hogy ekkora várost Európában utoljára 1945-ben ostromoltak. Tehát, hogy ebben mit fog kezdeni az orosz hadsereg, az egy nagyon nagy kérdés. Itt most arról van szó, azt látjuk, hogy az orosz hadsereg az országutakon jön-megy, ahol rengeteg sok ilyen rajtaütést szenvednek el, főleg az utánpótlást, tehát az üzemanyagot, élelmiszert, egyéb dolgokat szállító konvojok, ugye rengeteg sok ukrán rajtaütést szenvednek el, és gyakorlatilag nagyobb városokat nem tudtak eddig elfoglalni ebben a 2 hétben. Most arról van szó, hogy egyszerre itt elkezdtek több várost ostromolni, de hát ezek ugye megint óriási kapacitásokat kötnek le is. Most tételezzük azt föl, hogy mondjuk el is foglalják ezt a bő 40 milliós 600.000 négyzetkilométeres területű országot. Hát itt komoly infrastruktúra, komoly embermennyiség kell, hogy ezt az országot valahogy pacifikálni tudják, hogy így mondjam. Mert itt nem, tehát itt 2 forradalom volt, ugye Janukovicsot 2-szer elkergették az ország éléről. És ugye vannak ilyen nagyon érthetetlen dolgok a Kreml részéről, hogy például a minap ugye újra megszólalt Janukovics, és ami ugye hát az ukrán lakosság körében is megdöbbenést keltett, de mondjuk én sem értem, hogyha az oroszoknak az a célja, hogy Ukrajnát pacifikálni akarják, akkor miért engedik mondjuk Janukovicsot megszólalni ebbe a helyzetbe. Most egy kicsit, hogy párhuzamot mondjak, amikor ugye nálunk 1956-ban kitört a forradalom, a szovjetek azért nagyjából avval tisztában voltak, hogy a Rákosi-féle csoportot azt nem lehet visszaültetni az ország élére, tehát valami alternatíva kell. Na most Janukovics az ukránoknak körülbelül olyan, mintha nekünk itt 56-ba Rákosit dobták volna be opciónak. Tehát úgy tűnik, hogy az oroszok még 56-ban is sokkal bölcsebbek voltak annál, mint ahogy most próbálják ezt a konfliktust kezelni. Én nem hiszem, hogy Janukovics ő ilyen individualista módon jön-megy és megszólalt ebbe az ügybe, tehát ott tehát az oroszok ezt igenis meg tudnák akadályozni. Tehát nem tudom, nem látom át, hogy mi az orosz terv, mi az értelme ennek az egésznek, és ugye nagyon sok olyan elemzés van, hogy gyakorlatilag az orosz vezetésben teljesen káosz uralkodik, mert itt egy nagyon szűk kör hozott erről az invázióról egy döntést. Nagyon sokan alsóbb szinteken azt hitték, egészen február 24-éig, tehát az invázió kezdetéig, hogy ez egy óriási ilyen megtévesztő hadművelet, tehát hogy egy ilyen fenyegetés, egy fenyegetettség, mert itt igazából, ha nem támadták volna meg Ukrajnát, sokkal jobb pozícióban lenne a Kreml Ukrajna kapcsán, mint így ezáltal, hogy megtámadta. Mert itt belekerültek egy csapda helyzetbe, amiből nem látszik a kiút. Tehát itt Ukrajnát nem lehet rövid úton pacifikálni. Tehát itt valakik valamit nagyon elrontottak Moszkvába ennek a történetnek a kapcsán. Itt nagyon elkalkulálták magukat, és az oroszok beléptek ebbe a csapdába. Van egy másik olvasata is ennek a történetnek, ugye ez, erről is sokat hallhatunk, hogy itt a NATO-t hibáztatják, hogy a NATO ugye felhasználja Ukrajnát. Ebben is van valamiféle ráció, mármint az, hogy úgy tűnik, hogy a NATO-ban meg helyesen kalkuláltak azzal, hogy itt egy nagyon kemény ukrán ellenállás bontakozhat ki. Gondoljunk bele abba, hogy ugye Amerika az elszenvedett egy óriási kudarcot ugye Afganisztánban alig egy évvel ezelőtt. Ez is felbátoríthatta az oroszokat arra, hogy itt valószínűleg, ha ők megindulnak, akkor egy hasonló szenárió következhet be, hogy az ukrán hadsereg egyszerűen szétszíled, megadja magát, elpárolog, és gyakorlatilag pár puskalövéssel be tudnak vonulni Kijevbe. Nem ez következett be, és ugye
Az ukránok nem először a történelembe fejtenek ki nagyon kemény ellenállást, ugye? Mindenféle segítség nélkül Nyugat-Ukrajna vagy 10 évig partizánháborút folytatott, tehát a nyugat-ukránok partizánháborút folytattak a szovjet megszállókkal szemben 1944-től egészen az 50-es évek közepéig tartott, mire az utolsó ellenállási gócokat is fel tudták számolni a szovjetek. Tehát itt Moszkvába, itt a Kremlbe valamit nagyon-nagyon elkalkuláltak. Tehát a helyzet az nagyon-nagyon abszurd. Most elég sok mindent említettél ezek közül, de csak egy eleme, csupán egy eleme annak, amiből ezt az egész kérdést kibontottam, hogy ezek irdatlan területek, tehát hogy lehet csak csupán ezt a földrajzi aspektust benézni. És te se azt írod, hogy nem biztos, hogy Ukrajna győzni fog ebbe valaha, tehát nem azt jelenti, hogy ezáltal ők megnyerik a háborút, de az oroszok sem lesznek képesek győzelmet aratni. Gondoljuk el azt, hogy Ukrajna kelet-nyugati kiterjedése az több mint 1000 kilométer. Most amikor az orosz utánpótlási, amikor az orosz hadsereg mondjuk benn van 20-40-50-100 kilométerre mondjuk az orosz határtól, az is elég kemény, amikor mondjuk ilyen ellenséges területen, ahol a lakosság ugye mindenféle módon kifejti az ellenállását, mondjuk meg kell tenni 100 kilométert egy üzemanyagszállító teherautóval. De gondoljuk bele, amikor ez mondjuk nem 100 kilométer, hanem mondjuk 5-600 kilométer. És Ukrajna belső területei úgy nagyjából ennyire vannak az orosz vagy a belarusz határtól. Tehát ami fele már az orosz hadsereg ugye közeledik. Ez képtelenség ellenőrizni, ez képtelenség rövid úton elrendezni. A választ arra nem tudom, hogy miért léptek bele az oroszok, de az tény, ez geopolitikai tény, hogy Ukrajna valójában tényleg a kulcs Oroszországhoz. Nekem az jut eszembe, van egy ilyen fogalom, amit állandóan használnak geopolitikai elemzésekben, ez a bizonyos stratégiai mélység. Tehát, hogy Oroszországnak szüksége van egy nagy pufferzónára, ütközőzónára, most hívjuk akárhogy, erre a bizonyos stratégiai mélységre, míg utána következik az, amit Európai Uniónak, vagy Nyugatnak, vagy hívjuk ezt is akárhogy nevezünk. Ezt te geográfusként hogy látod, ez még mindig szükségszerűség, vagy tehát ez ilyen 20. századi dolognak tűnik nekem, amikor még arra gondoltak, mint régen a magyar gyepük, tehát hogy visszatér-e ez az érdekszféra, és ez a típusú érdekszféra politika, ahol ezek számítanak újra, és szerencsétlen ukránok pedig megszívták, hogy pont egy ilyen stratégiai mélység területén próbálnak élni. Én úgy gondolom, hogy ennek nem katonai értelemben van jelentősége, mint ahogy említettem korábban is, hogy itt politikai értelemben kevésbé elfogadható, hogy van egy nagyon hasonló kultúrájú, nyelvű ország Oroszország szomszédságában, ami egy teljesen más politikai berendezkedéssel bír. Ugye ez az, ami veszélyezteti Oroszországot. Másrészt, amit probléma, hogy azért Moszkvában vannak olyan ambíciók, hogy ebbe az eurázsiai gazdasági unióba, ebbe az eurázsiai gazdasági térbe vissza kéne integrálni Ukrajnát, mert hogy ugye Ukrajna nélkül ennek az egésznek nem sok értelme van, mert akkor ott van Oroszország, mint egy hatalmas ország, és ehhez ugye csatlakozik még ugye Belarusz, ami lényegében hát ugye akkora, mint egy néhány ugye orosz régió, és emellett ugye Ukrajna jelentene itt egy komolyabb népességet a maga 40 milliós lakossága. És nem csak népesség, bocs, hanem a kelet-ukrán iparvidékek, igaz? Tehát, hogy az jól állapítják meg az elemzések, hogy Ukrajnának a legértékesebb része az Oroszországhoz közelebb eső keleti rész? Igen, tehát ott a szovjet időkből masszív ipart örököltek át, ami nagyon szorosan volt integrálva az egész Szovjetunió hadipari komplexumába, és a későbbi Oroszországba is. De ezek a kapcsolatok szétestek 2014 után végleg. Ráadásul ugye most ezeket a városokat, ezeket az ipari komplexumokat lövik szét. Tehát, hogy ezek bármiféle komoly potenciált jelentenének jelenleg, vagy a jövőre nézve, én ezt erősen kétlem. Az tény, hogy mondjuk Belarus esetében, ahol ugye nem volt ilyen háború, és az továbbra is szorosan integrálva van
Oroszországgal. Ugye Minszk egy gépipari fellegvár, és Minszk ipara is nagyon szorosan integrálva van ebbe, ott is főként csúcs technológiás dolgokkal, ebbe az orosz, egykori szovjet hadipari komplexumba. Valami hasonló volt, ugye például Dnipropetrovszk, ugye jelenleget csak Dnipronak nevezzük, tehát ott is ugye interkontinentális ballisztikus rakétákat gyártottak a Juzsmasba. Kijevben ugye az Antonov gyár, ugye a repülőgépek, ugye Harkivba tankokat gyártottak, tehát ezek komoly ipari bázisok, de ezeknek egy jó része az most a háborúban megsemmisül, vagy ami a Donbassban volt, az már megsemmisült a 2014 óta tartó konfliktusban. Tehát hogy ezek komoly potenciált jelentenének, azt én kétlem, egy biztos, hogy ennek a komoly ipari potenciálnak gyakorlatilag csak akkor van, tehát ebben a nyugat nem tud mit kezdeni. Ez a nyugat számára használhatatlan, ennek csak akkor van értelme, hogyha van egy szoros integráció Oroszországgal. De ez elmúlt 8-10 évben ez teljesen szétszakadt, és mondom, ezeket az üzemeket, ezek vagy csődbe mentek, vagy most a háború front vonalába kerültek, tehát hogy ezekkel bármit lehet kezdeni a jövőben, ezt én kérdésesnek gondolnám. Itt azzal együtt, hogy rögzítetted, hogy szerinted az oroszok nem nyerhetik meg ezt hosszú távon legalábbis ezt a meccset, de most így az eseményeket figyelve, melyik rövidebb vagy közepes távú szenárióval értesz egyet, amit ugye itt megjelentek mindenféle latolgatások, hogy tulajdonképpen az orosz cél az hosszú távon kizárólag ezeknek a legkeletibb népköztársaságnak nevezett entitások, ez esetleg orosz föderációba integrálása, vagy hát legalábbis a függetlenségük elismertetése, esetlegesen egy kijevi bábkormánnyal, de mások arról is beszélnek, hogy ketté szakadhat Ukrajna, tehát lehet egy nyugat-ukrajnai rész, amit esetleg engednek az Európai Unióhoz közeledni, és a keleti részt azt pedig megtartják semleges, vagy hát orosz befolyás alatt tartó semleges zónának. Mondanak még sok mindent. Neked mi körvonalazódik a fejedben? Az alapján mondom, amivel kezdted, hogy az orosz győzelem hosszú távon biztos nem jön össze. Az, hogy mi lesz ennek a vége, azt szerintem jelenleg nem látható, mert a konfliktus, tehát a konfliktus nem tart még ott, ugye tárgyalások zajlanak a háttérben, ugye megy az egyezkedés arról, ugye az oroszok azt akarják elérni, hogy a Krím Oroszországhoz tartozását ismerjék el az ukránok, illetve ezt a két megye, tehát a Donyeck és Luhansk megye teljes területének függetlenségét is ismerjék el, hogy ezek független ilyen köztársaságok, illetve Ukrajna deklarálja a semlegességét, hogy nem fog soha NATO csatlakozásra törekedni. Ugye jelenleg ezek az orosz igények, most gondoljuk bele abba, hogy Ukrajna, az ukrán infrastruktúra az romokban hever. Tehát ha most ezt megszállják az oroszok teljes egészében, akkor ugye Ukrajna az nyugati pénzügyi segítségre nem számít. Tehát itt akkor Oroszországnak kell valami támogatást nyújtani, annak az Oroszországnak, ami ugye jelenleg elképesztő szankciókkal szembesül. És már a Krím Oroszországba integrálása is óriási költségeket jelentett. Ugye ott hidat kellett építeni, infrastruktúrát kellett építeni, tehát már ezzel is komoly, igen komoly költségei voltak Oroszországnak. Ukrajna egy hatalmas ország. Tehát erre Oroszország nem elég, hogy ez gazdaságilag ugye integrálni tudja, hogy mi lesz ennek a konfliktusnak a vége, azt nagyon nehéz megjósolni ebben a pillanatban. Bármikor megállapodhatnak nyilván az ukránok, az orosz igények azok nyilván folyamatosan változnak, de én úgy gondolom, hogy az ukrán elképzelések is változnak a hadi helyzet tükrében. Ez lehet, hogy egy 10 évig eltartó ilyen húzd meg, erezd meg történet lesz, mint ahogy azt láttuk mondjuk a több évig ugye akár a koreai, vagy akár a vietnámi háború idején, amikor ugye tárgyalgattak a delegációk, és akkor közben az egyik fél vagy a másik fél indított egy offenzívát, akkor az felülírta a viszonyokat, és akkor az igények és az elképzelések is változtak.
Tehát, hogy itt is ez is benne van a levegőben, hogy akár ide is kifut a történet, de az is lehet, hogy mit tudom én, egy hét múlva megállapodás születik, és abban maradnak a harcok. Minden esetre ugye minden feltétel adott ahhoz, hogy, és most idézek egy már nem is tudom, pontosan egy tanulmányban olvastam, hogy Ukrajna Európa közel-keletje legyen, tehát tulajdonképpen az etnikai adottságok, meg az az orosz hozzáállás, hogy belenyugodnak-e ők abba valaha, hogy több millió orosz éljen az Orosz Föderáció határán túl egy olyan fennhatóság alatt, ami egyre inkább ellenséges az ő behatásuktól, persze nem függetlenül Oroszországgal. Jó megfogalmazás-e, hogy tulajdonképpen most kapjuk meg Európa közel-keletjét ezekkel a megoldhatatlan dilemmákkal és ezekkel a célokkal, amiket Putyin táplál, vagy lehet egy olyan kimenete is ennek, hogy mondjuk ez a Novorosszia koncepció, amit ugye szokták idézni, ez tulajdonképpen a 21. század egyik legnagyobb revizionista projektje, ez mondjuk eltűnik az orosz gondolkodásból, megváltozik az orosz gondolkodásmód, és egy politikai váltás után ennek mondjuk írmagja nem marad. Ugye, amit itt nagyon fontos rögzíteni, hogy, és ez nem csak Európára vonatkozik, hanem ez a világban, hogy gyakorlatilag a második világháború óta nem fordult elő a világban olyan, hogy nagy hatalom, tehát nem kis országról beszélek most, hanem nagy hatalom, mint például Oroszország, megtámadjon egy másik országot területszerzési céllal. Tehát ilyen nem fordult elő gyakorlatilag Adolf Hitler óta. Tehát ez egy nagyon mély kérdés. Tehát ebből nem könnyű engedni, ugye, se a nyugatnak, se Ukrajnának, mert hogyha itt engednek az orosz követeléseknek, akkor ez beláthatatlan következményekkel járhat. Ugye itt sokszor szokták emlegetni Koszovót, hogy Koszovó függetlensége is elismerésre került. Ugye a szerbek akarata ellenére. De az nem egy területszerző háború volt Amerika által, ugye Koszovó nem lett, hogy úgy mondjam. Tehát az amerikaiak nem azért csinálták ezt, mert magukhoz akarták csatolni Koszovót. Tehát amit most az oroszok csinálnak, erre ez példa nélküli, gyakorlatilag a második világháború óta, tehát nemzetközi szinten, nemhogy Európában. És az nagyon veszélyes, tehát hogy itt most ez okozza a patthelyzetet, hogy az oroszok bekerültek ebbe a Ukrajna nevű csapdába, amikor valami sikert fel kell mutatniuk, hogy valami kompromisszum születik a végén, de ha itt kompromisszum születik, akkor itt a világ az nagyon komoly elveket ad föl, és innentől kezdve ez kinyitná Pandora szelencéjét. Tehát nem véletlen, hogy Kína is, bár kiáll Oroszország mellett, folyamatosan hangsúlyozza azt, hogy az ENSZ alapokájának megfelelően, hogy kiáll az egyes országok területe integritása és szuverenitása mellett, Ukrajna esetében is. Ez szerintem egy sokkal veszélyesebb szenáriót vetít előre, mert itt gyakorlatilag ez bele is adott esetben belekényszeríti az oroszokat egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk a Krímet le tudják választani Ukrajnáról, mert az ugye egy az egybe egy autonóm köztársaság volt már eleve Ukrajnán belül, eleve nagyon későn került oda. De hogy itt Ukrajna Krímen kívüli területein, hogy itt bármilyen határokat kezdjenek el rajzolgatni, ugye nagyon fontos kiemelni, hogy Koszovónál se rajzoltak új határokat. Tehát Koszovó is egy autonóm tartomány volt, és ezekben az autonóm tartományi keretekben lett elismerve, függetlenül attól, hogy vannak olyan színalbán területek, amelyek ugye Szerbiánál maradtak, és színszerb területek is vannak Koszovó területén. Nem módosítottak határt. Tehát az, hogy itt határokat kezdjenek el átrajzolgatni, ez óriási kockázat. Tehát itt lényegében ugye paradox módon az oroszok belekormányozták magukat egy olyan helyzetbe, hogyha mondjuk egész Ukrajnát el tudják foglalni és lenyelni, akkor azzal nem sértik meg ugye Ukrajna területi szuverenitását. Mert ugye megmaradnak a határok, és ugye beterelik az orosz érdekszférába. Ha ez nem sikerül,
ha az nem sikerül, és esetleg úgy akarnak sikert felmutatni, hogy leszakítanak Ukrajnáról részeket, akkor ezzel megsértik Ukrajna területi szuverenitását, tehát ezzel mondjuk olyan velük szimpatizáló hatalmak nem tetszét is kiválthatják, mint mondjuk Kína, nem beszélve a világ többi részéről. Tehát Kína épp mondjuk Tajvan kapcsán pont ezt hangoztatja, hogy Tajvan az ő területi integritása, tehát integráns része, ugye az Kína része, és gyakorlatilag ugyan, tehát Kína az mondjuk Tajvan esetét, az hasonlóan látja, hogy hát ott az amerikaiak támasztották meg ezt a rendszert, annak idején ugye Csankalsek odavonult. Vissza, hogy ez egy szakadár állam legyen, ugye teljesen hasonló sztori, mint mondjuk ami a Donbassba is mondjuk eladható, ugye orosz szemszögből. Tehát itt Oroszország egy rettenetes csapdahelyzetbe került bele ezzel. Tehát, hogy most vagy elfoglalják egész Ukrajnát, és egész Ukrajnát lenyelik, és akkor nem sértik meg az ország területi integritását, vagy pedig leszakítanak róla a részeket, amivel viszont megsértik a területi integritását. Uh-huh. És ugye pont valószínűleg erre utalhatott Putyin is egyik legutóbbi megszólalásában, hogy az ukránok a heves ellenállással a saját államiságukat sodorják veszélybe. Az pont erre utalhat, hogy ő valójában egész Ukrajnában gondolkozhat, mert ez oldaná föl ezt az ellentmondást, amiről most beszélek, de ha az ukránok ugye nem hagyják magukat megszállni, akkor olyan értelemben fog ez az ukrán államiság végéhez vezetni, hogy le fog szakítani területeket Ukrajnáról. Tehát ez is egy komoly dilemma ebben a, hogy úgy mondjam, gordiuszi, megoldhatatlan csomóban. Zárásként, Dávid, kérlek egy kicsit személyesebb kérdés, hogyha mondjuk egyszer ennek a pokoli helyzetnek vége lesz, és újra valamilyen formában béke köszönt erre a vidékre, akkor hova térnél vissza legszívesebben? Itt látszik a cikkedben is, Mariupol, Odessa, Kijev, rengeteg táj szerepel fotókon a cikkedben. Melyik város vagy terület az, amelyikre legszívesebben emlékszel, ahova visszatérnél? Én elég sokat utazgattam a posztszovjet térség európai felébe. Sajnos az Uralon túlra Oroszországon belül nem jutottam el, illetve Közép-Ázsiába se jutottam el, de az európai részeket azt úgy nagyjából keresztbe kasult bejártam. Nekem ezek óriási élmények voltak, rengeteg sok barátra, kollégára, kapcsolatra tettem. Szert nem csak Ukrajnába, Oroszországba is, Belaruszba is. És ami most a legjobban fáj, hogy gyakorlatilag, ha vissza is mennék Európába, gyakorlatilag ennek a térségnek a meglátogatása az teljesen ellehetetlenült. Tehát ilyen távkutatóként foglalkozhatok ezzel a régióval, de az, hogy oda menni helyben, konferencián részt venni, kapcsolatokat építeni, ez gyakorlatilag az elkövetkezendő évekre ellehetetlenül. De azért, mert elpusztult az infrastruktúra, meg annyira... Hát meg a kapcsolatok, meg ugye Oroszországgal szemben ugye itt a... Például minap volt az, hogy például a Nemzetközi Földrajzi Unió is elítélte ugye nagyon helyesen egyébként az orosz agressziót Ukrajnába. Tehát itt bármiféle nemzetközi együttműködésnek a lehetősége, az mondjuk Ukrajnában vagy Belarusban ugye teljes mértékben ellehetetlenül. Azért korábban mi atlasztattunk ki közösen belarusz kollégákkal. Évekig jártam oda, kutattam, tehát hogy terepen is, hogy mentem interjúzni falvakba, stb. Rengeteg sok élményem van, rengeteg sok ismerősöm, barátom van a különböző térségekben, de akár falvakba, különböző helyeken. És most ez teljesen ellehetetlenül. Ugye Ukrajnában értelemszerűen a háborús helyzet miatt. Gyakorlatilag egy dolgot tehetek, hogy innen a távolból próbálok segíteni mondjuk Ukrajnából menekülő kollégáimnak, barátaimnak. Mondjuk akár azzal, hogy az otthon lévő lakásomban menedéket próbálok intézni nekik. Tehát, hogy ilyen személyes dolgokba tudok segíteni. De az, hogy azokhoz a régi emlék időkhöz visszatérjünk, ami mondjuk volt akár ugye február 24-e előtt is, vagy az azt megelőző 18 évben, amióta én ebbe a térségbe járkálok,
Én erre nem sok esélyt látok az elkövetkezendő években. Ez végtelenül elszomorít. Ez végtelenül elszomorít, de hát ez a legkisebb baj, ha ezt összehasonlítjuk avval az óriási tragédiával, amivel az ukrajnai emberek szembenéznek. Gyakorlatilag földönfutók lettek rengetegen, tehát kollégáim, barátaim. Van olyan barátom, akit nem tudom, hogy éle még egyáltalán, hogy mi van vele. Sok ismerősömtől kérem, hogy jelentkezzenek be, vagy Skype-on, vagy Messengeren, hogy minden rendben van-e velük. A legjobb barátom, ukrajnai barátom, az 3 napja hívott utoljára a Skype-on, egy nagyon rövid hívás volt, gyakorlatilag védi a hazáját, egyébként kutató, tehát egyetemi oktató, döbbenet az egész. És ő Kijevből tudott bejelentkezni? Hát nyilván erről nem szeretnék most több részletet megadni, akár az ő biztonsága kedvéért se, de meg hogy kiről, miről van szó, de szóval, hogy döbbenet, tehát hogy akár mi is berekerülhetünk egyik napon a másikra egy ilyen helyzetben, hogy kollégáim, hogy menekülnek Ukrajna nyugati felé, és hogy az egész életüket ott hagyták, hogy az egyetemi kampuszokat lebombázták. Ez borzasztó. Hát ez a nem túl szívderítő, de abszolút a valóságnak megfelelő végszó most Karácsonyi Dávid geográfustól, az LKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársától. Köszönöm szépen, Dávid, hogy Ausztráliából neked ilyen késői, nekem ilyen napfényes órán rendelkezésünkre álltál, és el tudtad mondani ezeket az összefüggéseket és a konkrét tapasztalatokat is. A műsor végén már csak egy kötelességem maradt, szeretném felhívni hallgatóink, olvasóink figyelmét, hogy a Válasz Online és az Élet meg Minden podcast közös 1% adó 1% gyűjtési kampányba kezdett. A felajánlási időszak előtt már most rendelkezhetnek magánszemélyek az adó 1% odaítéléséről. Kérjük, hogy amennyiben tehetik, a Polgárvilág Alapítványnak ajánlják fel ezt, mely, még egyszer mondom, lapunkat és podcastunkat, illetve az Élet meg Minden podcastot támogatja. Amennyiben pedig tetszett az adás és csatlakoznának támogatói közösségünkhöz, kérjük, hogy keressék ennek részleteit a válaszonline.hu/támogatás oldalon, és akkor most itt fűzöm bele, hogy az 1% gyűjtési akció részletei pedig a válaszonline.hu címlapján olvashatók. Köszönöm a figyelmet, Borbás Barnát hallották.